Rejtélyes folyó kanyarog a vadregényes tájon. Egyes szakaszai alig változtak azóta, hogy az ember meghódította a vidéket. Apró szemcsíjű, hordalékot sodró vize életet ad, táplál és igyekszik elrejteni lakóit a kíváncsi tekintetek elől. A napfénye inkább a sekély részeket világítja meg. A mélység titokzatos világát a sötétség őrzi. Itt él egy különleges állat, amelynek csak egyetlen napra szabad feljönni a világosságra. A tudomány művelésének kezdetén így írtak róla. A Hiparisz folyón a nyári napforduló idején az áramlat olyan zsákszerű dolgokat sodor, amelyek kicsit nagyobbak a szőlőszemnél. Amikor szétnyílnak, egy szárnyas négylábú bújik elő mindegyikből. Körülbelül estig él és repül. Amint a nap lemegy, elgyengül és elpusztul. Emiatt úgy hívják ephemeron. Ephemeron. A görög összetett szó jelentése egy napi. Ez volt ennek az állatnak a legfontosabb tulajdonsága megismerésének kezdetén. Arisztotelész említette elsőként a Historia Animalium című munkájában. Hát az első kapcsolatom egészen gyerekkoromra nyúlik vissza, amikor egy baráti társasággal lejöttünk a hármas körös egy júniusi időszakban horgászni, és akkor alkonyati órákba indult be a rajzás. Hát addig én csak hallomásból ismertem az egész jelenséget, de akkor nagyon nagy élményt jelentett nekem, de most már így utólag visszaemlékezve látom azt, hogy itt a Tiszán sokkal intenzívebb, sokkal nagyobb rajzások, nagyobb egyedszámú rajzások vannak, mint a hármas körösen. De mégis az az alkonyati órák ott a naplementénél nagyon nagy élményt jelentett mindannyiunknak. Azt hittük lepkék gyerekkorunkban. Nem bírtuk elképzelni, hogy mik azok. Most már fel tudjuk fogni, hogy ez egy nagyon tiszta víz kell hozzá, hogy megteremjen, mert másképp elpusztulna. Például a szalmosba elvétve lehet tanálni, mivel mindig szennyezik a szalmost. Itt a felső Tisza nincs szennyezve, és oxigén dusvíz. Nálunk szinte iható még a víz, és ilyen édesvízi folyó még nincs az Európában. A Tiszából ezelőtt 40 évvel én visszaemlékszek, hordóból hordtuk fel az ivóvizet, nem voltak kutak, hanem innét itt a nép a Tisza parton lakók a vizet. Európában a folyók többségét átalakította az ember. Az árhullámok ellen védekezve átformálta a partokat. A mezőgazdaságot és az ipart fejlesztve pedig drasztikusan megváltoztatta a vízminőséget. A felső Tisza viszont helyenként még őrzi természetes állapotát. Ezzel ad otthont rendkívül gazdag élővilágának, amit talán az itt élő emberek becsülnek meg leginkább. Hát hiába, hogy én ide
tudom én, szeptemberben már akkor már nincsen. Hiába gyűnne márciusban, még nincsen. Hát ez olyan, mint amikor a cseresznye elkezd érni, a májusi cseresznye, az nem februárban érik, meg nem novemberben. Az májusban érik. Hát ez is olyan éppen, mint a cseresznye érés, hogy ennek van egy időszaka, és ebből. A folyó különös tüneménye az év minden napján ott él a víz alatt, a meder agyagos falában. Rengeteg megválaszolandó kérdést vet fel, születése pillanatától addig, míg tömegesen kibújik víz alatti rejtek helyéről. Hogyha a frissen kikelt lárvákat, kislárvákat agyagfelszínre engedjük, akkor azonnal megpróbálják befúrni magukat. Ilyenkor még nem készítik el a szabályos óalakú járatokat, ami a nagyokra jellemző, hanem össze-vissza furkálnak a zajzatban, és erről a korszakról nagyon keveset tudunk. Nem tudjuk, hogy pontosan hogyan táplálkoznak. Valószínűleg az agyagban furkálva mindenféle szerves anyagokat elfogyasztanak, és ebből fejlődnek egy ideig, aztán később természetesen, amikor kialakulnak a megfelelő szerveik hozzá, akkor már járatokat készítenek maguknak, és attól kezdve szűrő szervezettékké válnak. Olyan tömegességű állat ez, hogy biztos, hogy nagyon fontos szerepet játszik a folyó életében, és engem ez a szerepe az, amit érdekelne. Tehát az, hogy miért fontos az, hogy ott jelen van, milyen szerepet tölt be, és milyen élőlények függnek még ettől az állattól. Az állatfaj első részletes leírója a holland Swammerdam volt, az Ephemeron természetrajza és anatómiája című munkájában az 1600-as évek második felében. A szerző gyönyörű metszeteket is készített róla, amelyeken a lárva és a kifejlett állat egyaránt látható. A könyv megjelenésekor még senki sem sejtette, hogy a Nyugat-Európa több folyójában élő kérészfaj néhány évtizeddel később nyomtalanul eltűnik a szennyezetté váló vizekből. Az ipari forradalom következményei keletebbre nem voltak ilyen erőteljesek, így a Kárpát-medencében több helyen szép állománya maradt fenn, amelyek csak a 20. század második felében kerültek veszélybe. A felső Tisza vidékén vagyunk, a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet területén. Egész közel kanyarog már hozzánk a Tisza, és a Tiszát ezen a vidéken keményfás ligeterdők övezik. Egy nagyon szép kanyarulathoz érünk ki, amelynek a külső oldalán hatalmas kérészre található a szakadó partfalban. Régóta járok ki erre a területre, és itt a lárvákat tanulmányoztam már több ízben. Turcsányi István egyetemi hallgatóként kezdett foglalkozni a tiszavirággal, elsősorban a lárvák rajzás előtti 3 éves fejlődésével és a faj ökológiai szerepével. Laboratóriumi kutatásai és alapos terepmunkája eredményeiről konferenciákon számolt be. Számos publikációja jelent meg a témában, és nemzetközileg elismert szaktekintélyé vált. Ezen a parton jól láthatjuk, hogy az erózió az folytatódik. A kérészlárváknak mindig ilyen erodálódó partszakaszra van szükségük. Ez egy megújulást jelent a telepnek. Tehát időről időre leszakad egy darab a partból, ezzel új, tömör agyagfelszín válik szabaddá, és abban nagyon jó járatokat tudnak maguknak készíteni. Hát a járatoknál az a fontos, hogy tartósak legyenek, mert az állat igyekszik húzamosabb ideig tartózkodni egy-egy járatban. A folyó középszakasz jellegű részeinél a gyorsabban áramló víz a kanyarulatok külső ívén pusztítja a partfalat. Így meredek, leszakadó part jön létre. A vízállás növekedésével újabb és újabb agyagtömböket ragad magával a folyó, így a lárvák csak néhány hónapig örülhetnek egyébként ideális lakóhelyüknek. Hát a tiszai kérész például az agyagos részeret itt is van mindjárt, itt haladunk el mellette, ahol vannak azok a apró lukak ott van a partvonulatában, ott vannak a kérész lukak, oda tudok mellé állni. Ebből a pici lukakból jönnek ki, ott ahol meglátszanak sorba, itt a víz szélén, ahol vannak azok a pici lukak. Azokból jönnek ki a kérészek majd.
Agyagos partokon gyakran láthatóak a kérészlárvák elhagyott járatainak nyílásai. Megszámlálhatatlan apró lyuk a felszín fölött. A vízállás változásával szárazra kerülő telepeket elhagyva, a lárváknak a mélyben új lakóhely után kell nézni. A felszín alatt fél 1 cm átmérőjű és 50-70 cm teljes hosszúságú, U-alakú járatokat építenek. Ezek száma akár több ezer is lehet négyzetméterenként. Ezeken a szakadó partokon elég nehéz mozogni, nagyon csúszik ez az agyag. Ilyen agyagos rajzatra van szüksége a lárváknak, hogy megfelelő járatot építhessenek maguknak. Ez a szerszám a báger, amelyet hajdanán a halászok és a horgászok használtak, de mióta védett a tiszavirág, azóta nem lehet már használni. Ilyen alkalmakra van engedély. Erre azért van szükség, mert a védelem miatt tudnunk kell, hogy mely partszakaszok érintettek, és ott mennyi állat található. A meredek agyagfal mentén a mélybe hatolva kitárulkozik előttünk egy összefüggő, sűrű lakott kérészlárva telep. Egy-egy nagyobb telep hossza több száz méter. A lárvák által benépesített agyagfal magassága pedig akár 4-5 méter is lehet. Így óvatos becslések szerint is több millióan lakják ezeket a víz alatti metropoliszokat. Nekem volt módom arra, hogy a víz alatt megfigyeljem a lárvatelepeket. Hihetetlen látványt nyújtanak az a rengeteg járat, ami a mederfalban látható. Az élet az ott folyamatosan figyelhető, habár csendesen élnek ezek a lárvák, de azért mégiscsak látjuk azt, hogy a járat készítés közben kis iszapfelhők pöfögnek ki a járatokból, tehát tudjuk, hogy valamit zajlik. Egy sivatagból teremt ez az állat egy élő felületet, amiben a járatok folyamatosan jelen vannak. A kutatók véleménye szerint a telepeken belül a lárvák életkoruk szerint helyezkednek el. Mélyebben, a törmelékesebb ajzatban a fiatalabbak. A felszínhez közelebb, a jó megtartású, keményebb agyagban az idősebbek. Feltételezhetően az agyag rétegzettsége miatt hozzák létre a lárvák járataikat egymás mellett emeletszerű elrendezésben, hiszen a puhább rétegekben sokkal könnyebben tudnak építkezni. Na, hát sikerült egy szép darabot kivenni a szelvényből, és hogy eltöredezik a kezemben, látjuk, hogy járatok vannak benne, és itt látható egy lárva, hogy kibukkan a járatból, amit félbeszedtem. Rendszerint egy kicsit lelocsolom vízzel, hogy jobban látszódjon. Közepes méretű. Láthatjuk, hogy rögtön elkezdik kotorni az agyagot, elől nagyon erős ásólábai vannak, és az állkapcsa is alkalmazkodott az agyag ásásához. A tiszavirágnál igen, igazából a tömegesség az, ami megfogott. Ha meglátjuk a járatokat a vízben, hogy milyen tömeggel láthatok egy telepen, akkor tudatosulhat bennünk, hogy milyen fontos állatok lehetnek ennek a folyónak az életében a tiszavirágok. Nagy egyedszáma miatt a tiszavirág ökológiai jelentősége mind a rajzás, mind az azt megelőző 3 éves időszak alatt kiemelkedő. Fontos táplálék állatok a halak számára, és fontosak, mint a 3 éven keresztül gyakorlatilag folyamatosan táplálkozó szűrőszervezetek. Környezeti tényezőkre, elsősorban a vízszennyezettségre való érzékenységük miatt indikátorként is szerepet játszanak. Az állomány nagysága követi a vízminőség változásait. Kérészeknek véghetetlen sokasága nem egy pillanatban jelenik meg, hanem gyorsan egymás után mindenfelől lövellődik felfelé, mint a vizen alól felsiető buborékok. Mihelyt a víznek felső színét elérte, azonnal a nyaka csigája mellett kifakad a bőre, és a feje tokja alá felé hajolván, nagy hirtelenséggel a lepke kiugrik abból, a bőrét a vízben hagyván, és legottan rendesni kezd. Ekkor is megvagyon egészen lipe formája, csak hogy ekkora szárnyai még fehéresek. Így írt 1819-ben Gorové László, az egy különös tüneménynek, az úgynevezett tiszavirágzásnak leírása című értekezésében.
Azzal minden édes vízi halat, minden megeszi, a ragadozó haltú kezdve minden a kérészt. Azt, ahol van kérész, például a Tiszán, ott ismeri a kérészt mindenhol. Beteggé eszik magukat belőle, annyira szeretik. Itt mindegy, hogy ragadozó hal, a kérészt az is megeszi a ragadozó. Süllőtű kezdve a harcsáig minden. Legfőképpen, ami legjobban szereti a kérészt, az meg a balin, a keszegek, keszegfélék, de a márna is nagyon szereti. A márna, amely kis túrja a fenékből, meg a kecsege. A tokfélék közé tartozó ragadozó kecsege többnyire fenéklakó gerinctelenekkel táplálkozik, így a tiszaviráglárva is gyakori zsákmánya. Vadászat során farkával sepri fel az áldozatokat az ajzatról, és ezután kapja el őket, így gyakran akad horogra farokúszójánál fogva. Itt látható egy lárva azok közül, amelyeket nemrég gyűjtöttem igonyánál bágerrel. A legfeltűnőbb talán ez a kopoltyú mozgás a potroh hátoldalán. Kérészeknél nagyon érdekes jelenség ez, egy angol kutató foglalkozott ezzel a kérdéssel, ugyanis a kopoltyú mozgás az összefügg a kérész életmódjával. A tiszavirágnál ez is egy picit speciális, mert a kopoltyú lemezek mozgatásával hozzák létre azt a vízáramot, amely a járataikban a szűrést biztosítani fogják. A tiszavirág lárva fejét látjuk, jellemzőek ezek a nagyon erős, kifejezett rágók, illetve a nagyon erős melső ásólábak rajta. Ezek azok a szervei, amelyek biztosítják azt, hogy el tudja készíteni az U-alakú járatot, amelyben elhelyezkedik később, és a szűrést végre tudja hajtani. Ezzel a szűréssel ugyanis nagyon fontos feladatot látnak el a Tisza folyó életében, hiszen a víz minősége szempontjából lényeges, hogy földolgozzák azokat a szerves anyagokat, amelyek a vízben találhatók. A vízben lebegtetett szerves anyaggal táplálkozó élőlények nagy hatással vannak a víz minőségére. Persze nem minden esetben képesek ellensúlyozni azokat a hatásokat, amelyek a folyót érik. A Tisza vízgyűjtő területe ráadásul nagy részt az országhatárokon kívülre esik. Így váratlan események bármikor bekövetkezhetnek. Nagyon féltünk a 2000-ben bekövetkezett cianid szennyezéstől is, hogy milyen hatás fog gyakorolni a Tisza virág állományára. Hát mondható az, hogy most az idejében keltek ki azok a lárvák, amely peték akkor lettek lerakva. Nagyon bízunk benne, hogy nem lesz egyedszámcsökkenés akár a tavalyi évhez képest sem. Idősebb halászokkal beszélve, régebbi komposokkal, akik régebb óta járják a Tiszát, ők azt mondják, hogy mindenképpen úgy látható, hogy csökkent a tiszavirág. Régebben nem volt indokolt az, hogy élvezze a természetvirág oltalmát olyan mennyiségben, és elterjedési terület is jóval kiterjedtebb volt a jelenleginél. A Tisza 1846-ban kezdődő szabályozása a folyó teljes hosszát 1419 kilométerről 966 kilométerre csökkentette. Nagy részt a kedvező élőhelyet jelentő kanyarulatok átvágásával. A tiszavirág szempontjából ennél nagyobb jelentőséggel bírt a mederfalának megerősítése, kövezése. A kedvező élőhelyek területének csökkenésével az állomány mérete is nagy mértékben visszaesett. Még nem volt megkövezve, mindenképpen nagy telepek lehettek, de lehet látni így is, hogy a partvédelmi kőszóráson mennyi kérészluk látható. Itt az is problémát jelent, hogy ezen a szakaszon egy nemez anyagot terítettek a kő alá, hogy ne történjen meg kimosás, de a felszíni régióban azért jól megfigyelhetők ezek a kérészlukak. És hát sajnálatosan ezek vannak a leginkább veszélyeztetve a horgászok által. Előszeretettel látogatják a horgászok ezeket a helyeket, ahol ásóval, lapáttal, sőt, már találkoztunk olyan, hogy vasvillával forgatták ki ezt az agyagfalat, és úgy gyűjtötték ki a kérészlárvákat.
A természetvédelem munkatársai rajzás idején sűrűbben járják a területet. Ilyenkor a legkönnyebb az állomány egyed számának becslése és az élőhelyek változásának megfigyelése. Feladatuk a faj védelme is, hiszen minden egyes kirepült egyed elpusztítása a következő nemzedékre lehet hatással. Sajnos vannak, akik nehezen értik meg, hogy a milliószám repülő rovarok mára egy védelemre szoruló fajhoz tartoznak. Az első vagy téli bőre levetése után a lepke a Tisza felett repkedvén azonnal a partokon található fűszálokra, vagy a gyümölcsös és fűszfákra, halászhajókra, vagy akárminő más tárgyra reászál, és egy helyében állva kezdi egész testéről másodszor ritka finomságú fehérhártyáját egy kis kínnal lesúrolni. A Gorové László által is leírt második vedlésben csak a hímek vesznek részt. A 3-4 percig tartó folyamat alatt elnyerik végső alakjukat és színüket. Kialakulnak a hamarosan megkezdődő párzáshoz szükséges szerveik. A Tisza partjai, a zöldellő fák, szóval minden, ami a Tisza körül a levetett borítékjaik sokaságától úgy fehérlik, mintha frissiben havazott volna. Hú, 1954-ben volt egy nagyon gyönyörű virágzás, már akkor én még civaki lakos voltam, és még a holtágon is olyan volt este, mintha felhő lett volna, pedig ez holtág volt, a civaki holtág. Az volt a legszebb úgy, 1954. Ez egy szépsége a Tiszának, nem hiába keletkezett róla az a nóta is, hogy ugye gyönyörű a Tisza, amikor kikirálunk. Gyönyörű a Tisza, mikor kivirágzik, millió kis lepke habja fölött játszik. Amikor a hímek végeztek nászruhájuk felöltésével, megjelennek a nőstények is a víz színén. Nekik nincs szükségük második vedlésre. Rögtön kezdetét veszi az egész rajzás értelmét megadó párzás. Gyakran több hím szemeli ki magának a felbukkanó nőstényeket. Így a víz felszínén sodródó, folyamatosan megszűnő és újra alakuló rovarcsomók jönnek létre. Ha a hímek buzgó igyekezete ellenére valamelyik nőstény mégis megtermékenyítetlen marad, az sem jelenti azt, hogy teljesen kimaradna az új nemzedék létrehozásából. Petéinek feléből szűznemzéssel is kikelnek majd az utódok. Lárvák azon a lukon, amelyiken bebújtak, azt bújjak ki, mikor felmelegedik a víz egy 20-22 fokra, akkor bújnak elő, akkor érnek meg olyanra, hogy anyák lesznek. Hát ezek megérnek akkor, éppen úgy, mint a csibét, ahogy keltetik a tojásba, ugyanúgy ezek megérnek akkor, és azért repülnek egyszerre. Állítólag nagyon sok összetevője van, tehát itt a hőmérséklet, vízállás, sőt egyesek még a hold állását is összefüggésbe hozták a nagy rajzásokkal. Tehát nekem is az a véleményem, hogy nagyon sok tényezőnek jelen kell ahhoz lennie, hogy egy-egy nagyobb rajzás legyen júniusi időszakban. Mikor egyenletesen úgymond meleg, egy felmelegedő időszak van, akkor viszonylag rövidebb idő alatt megtörténik a rajzás, tehát előrajzás, utórajzás gyakorlatilag egy hét alatt lemegy. Most idejében, mivel azért egy hűvösebb nyárkezdetünk van, már úgymond egy két hete megfigyelhetők voltak az első állatok, és hát csak tegnap történt meg az az előrajzás, aminek várjuk ma a főrajzásban a folytatását. A milliónyi egyed együttes kirepülése több előnnyel is jár a faj fennmaradása szempontjából.
A rovarokkal táplálkozó állatok ugyan degeszre eszik magukat ilyenkor, de a megszámlálhatatlan tiszavirágnak így is csak egy részét képesek elpusztítani. A túlélők biztosan létrehozhatják a következő nemzedéket. Könnyen megfigyelhető, hogy a főrajzást megelőző napokban kirepülő hímek hosszasan keresgélik a nőstényeket. A nagy napon erre nincs szükség. Sokkal nagyobb a valószínűsége a párok egymásra találásának. A repülésnél nagyon jellemző az, hogy szinkronizált. Tehát egy pár napig látjuk tömegére az állatot a folyó fölött. Ez általában 2-3 napot tesz csak ki. Mind a mai napig nem tudjuk, hogy mi az, ami lehetővé teszi egy ilyen hosszú fejlődés után, hogy ilyen rövid időn belül a zöme kibújjon az állatoknak. Tehát majdnem mindegyik, amelyik abban az évben érett. Vajon egyszerűen csak az időjárás váltja ki, vagy lenne valami olyan, ami kommunikációt biztosít a lárvák között, hogy most kell bújni, erről még semmit nem tudunk. Átlagosan 7000 megtermékenyített petéjükkel a nőstények a párzás után a víz fölé emelkednek, és megkezdik úgynevezett kompenzációs repülésüket a folyás irányjal szemben. Ezzel biztosítják, hogy az új nemzedék nagyjából ugyanazt az élőhelyet foglalja el. Erre azért van szükség, mert a folyó a párzási ceremónia alatt lefelé sodorta a kifejlett állatokat. Később a petékre és a lárvákra is hatással lesz a víz áramlása. A repülés hossza ezt is ellensúlyozza, ugyanakkor biztosítja a faj elterjedését is. Nagyon bízok benne, hogy az emberek természethez való viszonya pozitívabb lesz és javulni fog. Látva azt, hogyha kimegyünk egy-egy nyugat-európai országba, ott már nagyon nagy értéket kap a természet és környezetvédelem. Úgymond élőhelyeket hoznak létre azért, hogy egy-egy természetes biotóp kialakuljon. Nálunk ezek a kiemelt természeti értékek, mind növény, mind állatvilág még jelen van. Egyszerűen csak meg kellene óvni, nagyobb figyelmet kellene rá fordítani, hogy megmaradjon az utókornak. A virág állománya az utóbbi évek megfigyelései alapján erősödni látszik. Ennek oka elsősorban a vízminőséget gyakran veszélyeztető nagyüzemi mezőgazdaság és a nehézipar szerepének csökkenése. Korábban elveszített élőhelyeket sikerült visszahódítani. Így a Tisza alsóbb szakaszán, a Marosson és a Bodrogon is újra látható a rajzás. Vajon ennek a csodálatos természeti jelenségnek a fennmaradása a gazdasági változásokon kívül múlik-e rajtunk? Tehetünk-e azért valamit, hogy ez a Homo sapiens-szel nagyjából egyidős faj még sokáig elgondolkoztassa a természetről, a jövőt?